problémákkal kapcsolatban. Dunája megkezdte a beszerzési eljárás 36 darab F-16-os vadászbombázó vásárlásához. Jelentette be tegnap este a közszolgálati televízió műsorában Gabriel Lesz védelmi miniszter. A TASZ-a vezető elmondta. A CSEB új gépeket szeretne, de jelenleg nem világos, hogy a vadászbombázók újak lesznek-e vagy mások kézből származnak. Az új vadászgép raj a hadsereg szovjet gyártmányú MiG-típusú gépeit helyettesíteni. A haderő fejlesztési program azt követően vált lehetségessé, hogy az osztrák hazai össztermékének 2%-át védelmi kiadásokra fordítják, tájékoztat az AGFS hírügynökség. Újabb két személy halálát okozta az influenza, 1166-ra nőtt a betegség halálos áldozatainak száma. Közölte tegnap késő este az Országos Közegészségügyi Intézet fertőző betegségeket ellenőrző és felügyelő országos központja. A két legutóbbi áldozat egy 56 éves Besztertenaszon megyei férfi és egy 85 éves Krassószeri megyei nő. Mindketten az altípusú influenza vírussal fertőződtek meg. Nem voltak beoltva influenza ellen és más betegségekben is szenvedtek. Szolimán Pintea egészségügyi miniszter ugyanakkor rámutatott. Igaz, hogy a felmelegedéssel együtt csökkent az influenzás esetek és a légúti megbetegedések száma, de egyelőre még nem lehet a járvány megszűnéséről beszélni. Mintegy 100 tanulót menekítette ki ma reggel a Besztertenaszód megyei Csicsó Mihály Fardi iskolából, miután lángba kapott az intézmény elektromos kapcsoló táblája. Az elektromos pannó az iskola folyosóján volt. A tüzet gyorsan eljutották. Temesváron 14 személyt kellett kimenekíteni egy tömbházból, miután tűzütött ki az ingatlan alaksorában. Egy mozgásképtelen személy kordában menekítette ki a lakásból a tűzoltó. A mentőegységek átkutatták az épületet, áldozatok nincsenek, a tüzet valószínű olyan személy okozta, aki tiltott helyen dohányzott.